Köszöntöm a kedves nézőket, Förhéz Adrián vagyok. Nem tág itt a szürke, ködös idő, és a hétvégén is a felhőzet lesz túlsúlyban. Bár tegnap a déli és az északi területeken időnként előbukkant a nap. A folytatásban már csak a déli területeken számíthatunk napsütésre, és ott jóval enyhébb is lesz az idő a következő napokban. Viszont a szél nem támad fel, és nagyobb mennyiségű csapadék sem érkezik, így várhatóan a légszennyezettség emelkedni fog, és a levegő minőség is romlani fog. A mai nap folyamán túlnyomóan borult és párás, néhol ködös időnk lesz. Fagypont körül alakulnak a csúcsértékek, és a ködös tájakon szitálás, ónosszitálás, illetve hószálingózás előfordulhat. Még átmenetileg a magasabb hegyekben, illetve a déli tájakon felszakadozhat a felhőzet, és ott még a nap is előbújhat. Majd délutántól délnyugat felől ismételten megvastagszik a felhőtakaró, és egyre több helyen kell készülnünk esőre, ónos esőre, így nagyon óvatosan közlekedjenek. Bár ennek ellenére itt lesz a melegebb, akár 4-5 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. A szél viszont mérsékelt marad még a folytatásban is, viszont vasárnap már nagyobb területen kell készülnünk ónos esőre, főként az esti órákban. Hétfőn még marad a nyugodt, csapadékszegény időjárás, majd kedden már változékonyabbá válik időjárásunk. Ekkor a szél is feltámad, és már nagyobb mennyiségben és nagyobb területen érkezik hozzánk csapadék, így várhatóan ez a levegő minőségen is javít majd. A déli tájakon viszont napsütésnek örülhetünk, így ott melegebb is lesz. Köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok!